Mai videóban meg fogunk tanulni csúszlizni. Lássunk is hozzá! Én kiskoromban rengeteget csúszlisztam, és nagyon-nagyon szerettem összeeszkábálni őket. Tudom, hogy nem feltétlenül egy veszélytelen tárgy, úgyhogy kiemelten kérlek titeket, hogy a videó során csak inkább nézzétek a dolgokat, és ne csináljatok semmit utánam. Viszont az össze-vissza lövöldözés helyett arra gondoltam, hogy egy kicsit profiban fogok megtanulni most valamit ezzel a kis kütyűvel. Arra gondoltam, hogy idén mindenképpen szeretnék még megtanulni hát egy olyan 10-12 darab trükköt, amiket tavaly is tanultam, a zsonglőrködést, vagy például a kockázást. Szeretnék ilyen ügyes dolgokat elsajátítani, mert jó érzés. Szeretem ezeket a videókat felvenni, nagyon-nagyon szeretem. Úgyhogy szerintem keressünk egy megfelelő ágat, és csináljunk belőle egy csúszlit. Igazából nem kell hozzá semmi, egy bot, és hát egy ág, és majd egy befőttes gumira el kell mennem a boltba. Hát fogalmazzunk úgy, hogy... Hogy nem biztos, hogy ezzel sok mindent fogunk tudni csinálni. Teszteljük le! Arra gondoltam, hogy kezdésnek építek egy nagyon egyszerű célpontot. Kintről hoztam be kis kavicsokat, amivel nem tudok összetörni semmit, és körülbelül 5 méterről kezdtem el célba lőni. A Canon R5 kamerámon van brutális 4K 120 fps funkcióm, szóval igyekszem majd ezt nektek a lehető legtöbbet használni, hogy mindent részletesen láthassatok. 11, 12, 13, 14, 15. 15 métert lőttem el ezzel. Ez egy semmi. Ezt, hogyha egy kicsit jobban meghúzom... Egész jobb élje. Viszont valljuk be, hogy ez a csúszli hát azért eléggé amatőr volt. Úgyhogy éppen ezért felmentem az internetre, és rendeltem egy profit, amit másnap ki is szállítottak. Szülinapi ajándékként kaptam egy kis havat, viszont megjött a csomagom, úgyhogy nézzük is meg, hogy hogyan néz ki. Akkor lássatok, hogy hogyan van összerakva. Itt a csúszli végén, itt a gumiban van egy kis golyó, ami megakadályozza, szóval hogyha én ezt itt kihúzom, akkor a golyó miatt ez nem tud onnan kijönni. Úgyhogy ez egy elég praktikus megoldás. Nézzük, hogy hogyan működik. Sokkal, de sokkal pontosabb ez, és sokkal könnyebb vele lőni, viszont rá kell szoktatnom magam arra, hogy ne csak úgy nagyjából lövöldözzek, hanem tényleg célozni tanuljak meg, úgyhogy még egy kicsit lekicsinyítjük a mi célpontunkat, kicseréljük valami más. A feladat akkor van teljesítve, hogyha 5 lövésből 3-at eltalálok. Abszolút nem hittem, hogy ez ilyen nehéz lesz. Azt kell mondjam, hogy ezzel egy jó ideig el voltam, amikor egyszer csak... Ennyi. Miért hazamegyek, ott láttok egy flakont. Nagyon-nagyon messze a táskámnál. Szerintetek azt innen, hátulról el tudom lőni? Anna, amikor megkaptam ezt a kamerát, elég sok időbe telt megtanulnom rajta dolgokat, mert előtte teljesen másfajta kamerákat használtam, és nagyon idegen volt, viszont azt kell mondjam, srácok, hogy jelenleg nem tudok jobb kamerát elképzelni ennél. Van egy olyan felvételem, ahol próbáltam a sörös üvegeket szétlőni, de úgy, hogy széttörjenek, és ilyen látványosan nézzen ki. Viszont nem tudtam, mert annyira vastag üvegből voltak összerakva. A felvételen láthatjátok is, hogy a golyó konkrétan szétporlat, amikor hozzáért az üveghez, és annyira részletes képet ad ez a kamera, hogy hihetetlen. Tényleg nagyon durva ez az R5. Viszont szerintem még mindig nem ez a maximum, amit ebből ki lehet hozni, úgyhogy találkozunk holnap, és a lehető legkisebb célpontot kell, hogy eltaláljam. Másnapot egy kis gyakorlással kezdtük, ami szerintem, hát fogalmazunk úgy, hogy jól ment. Szerettem volna még látványosabbra ezt a videót, úgyhogy elmentem és szereztem acélgolyókat. Ezek nem porladnak szét a lövésnél, és ezek talán majd egy picit most hozzá fognak tudni tenni a videóhoz.
Az előző célpontunk az egy sörös üveg volt, azt 4-ből 3-szor eltaláltam, viszont ma lekicsinyítjük egy tojás méretűre a mi célpontunkat. Tudom, miért pont mindig alkohol van ebben a videóban, de egy ilyen kis üveget is szeretném még eltalálni, úgyhogy ezt a kettőt fogjuk ma letesztelni, de ez még mindig nem a vége. Ez még mindig nem a vége, ugyanis az utolsó szintet azt majd otthon kell, hogy megcsináljam, aztán meglátjátok, hogy mi lesz, ott viszont konkrétan annál kisebb célpontot nem tudok, úgyhogy csináljuk meg a kettes szintet, és utána lépjünk majd arra tovább. Most hát a kettes szint, az azt kell, hogy mondjam, hogy bajokat okozott, vagyis nem tudtam sehogy se eltalálni a célpontokat. Próbáltam különböző szögekből, közelebbről, sehogy nem sikerült valamiért. Viszont egy kicsi pihenő után... Most hát, van egy kis baj, ugyanis... Valaki a poharat talált el, és nem a tojást, úgyhogy megpróbáljuk ezt újra gyorsan. Nem akarok nagyképű lenni, de szerintem elég ügyes vagyok ebben. A tojás után ez szerintem már pikpak menni fog. Tehát nem hagyunk magunk után. Az utolsó szinthez az viszont haza kell mennem, ugyanis azt a hát kint is meg tudom csinálni, mert egy kicsit, hogyha egy kicsit is fúj a szél, akkor nem működik, úgyhogy ezt mindenképpen szerintem a lakásban kell majd. Találkozunk otthon. Sörös üvegnél deciméterek, a tojásnál centiméterek, és itt az idő, hogy milliméterek döntsenek arról, hogy sikerülnek a feladatok. Hogyha ezt a feladatot meg tudom csinálni, akkor tényleg pontosan tudok célozni a csúzlival, vagy hát nagyjából, hogy nyilván nem elsőre fogom ezt például előni, amit mellettem van, nem is látjátok szerintem még, hogy mi van itt. Egy gyertyát kell, hogy eltaláljak, és kioltsak, úgyhogy ennél pontosabb célpontot nem tudok találni. Ez az utolsó feladat, hogyha ez sikerül, akkor 4 nap alatt, hát körülbelül 4 nap alatt, legyen 4, inkább 3, de legyen 4. 4 nap alatt sikeresen megtanultam csúzival célba lőni. Lássunk hozzá. Bejöttem egyébként, hogy az R5-nek a 4K 100 FPS-e nem csak azért jó, mert... Nem csak azért jó, mert egyszerűen élesen láttok mindent, hanem annak érdeke, hogy a kamerát ne találjam el, azt tudom messze rakni, és utólag be tudok meg még zoomolni, és úgy tudjátok majd látni, hogyha ez sikerül. Nem vicceltem, amikor azt mondtam, hogy millimétereken múlik az egész. Srácok, volt, hogy a tűzön keresztül lőttem át, olyan is volt, hogy ellőttem a viaszt, nagyon nehéz volt. Több mint egy órája csináltam, és egyszer, közelébe se értem a kanócnak. Ez nehezebb, mint hittem. Ott van a nyoma a viasz szélén. Basszus. És egyébként el nem tudom nektek mondani, hogy mennyire frusztráló volt. Be van tagadom megint a kezem, mint a kockás videónál. Nem tudom, mennyi látszódik. Itt, ugye, ahogy fogom a csúzlit, itt tiszta vörös az egész, és nagyon-nagyon fáj. De nagyon-nagyon szépen köszönöm nektek a figyelmet. Ez is egy olyan 4 napig tartott, úgyhogy elfáradtam, elég volt. A végén sokat anyáztam, azt kivágtam. Viszont nagyon szépen köszönöm a Canonnak az együttműködési lehetőséget, mert nélkülük ezt a videót abszolút nem tudtam volna így elkészíteni, hogy ti ezt így át tudjátok élni. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm nekik, és nektek is még egyszer a figyelmet. Ha tetszett a videó, akkor dobjatok egy lájkot, esetleg, ha még van valami, amit szeretnétek, hogy megtanuljak idén, lesznek ilyen videók, nem túl sok, de azért lesznek, akkor azt írjátok meg egy hozzászólásban, minden hasznos, fontos link a leírásban, és köszönöm szépen nektek a figyelmet, ha még nem vagytok feliratkozva, akkor azért most meg tanácsolnám, hogy sziasztok!